Reflektálás az aktuális tőkepiaci eseményekre címmel tartották meg a soron következő beszélgetést, amelynek házigazdája Elekes Zsuzsa volt. A Torsói Egyesület szervezésében megvalósuló esteken a lakosságot leginkább foglalkoztató gazdasági és önismereti témákat boncolgatnak az előadók. Ez a tervünk, hogy egy picit próbáljunk meg az emberek felé nyitni, mindenképp az embereket érintő témákat előhozni. Itt lesz valószínűleg majd stílus tanácsadás, lesz egy kis önismereti blokk, és vissza fogunk térni mindig a gazdasági témákhoz, mert úgy gondolom, hogy ez mindennél fontosabb, hogy az ember tisztában legyen, tudja azt, hogy mikor tud jól dönteni a saját pénzügyi életével kapcsolatban. A szerda esti vendég ezúttal egy nemzetközileg is elismert pénzügyi tanácsadó volt, aki egyebek mellett a költségvetési helyzettel és a befektetési lehetőségekkel ismertette meg az érdeklődőket. Az egyik legfontosabb mindenkinek az, hogy saját magára annyira koncentráljon, hogy meglegyen a saját képessége, a saját munkahelye, és legelőször azzal a kérdéssel foglalkozzon, hogy több legyen a bevétele, mint a kiadása. Ez az egyik legfontosabb kérdés. Azután már szinte mindegy, hogy hova teszem félre a pénzt, azzal a kérdéssel is foglalkozni, hogy csoda nincs. Tehát azok az ígéretek, hogy gyorsan valaki meggazdagodik, és tuti fogadásokat adnak el az embereknek, ez nem létezik. Ez lenne a két legfontosabb ötlet vagy javaslat, amit tudok adni a közönségnek. Az esemény a Közéleti Dívány program sorozat keretében valósult meg. A tervek szerint novemberben egy coaching témával készülnek majd a szervezők.